Sziasztok, Törteli Balázs vagyok, volt profi ökövívó. Itt vagyunk most a termemben, amit sajnos a Covid miatt be kellett csuknom nekem is. Hát gyakorlatilag megszűnt az élet az ökövívó teremben, de most is látszik ezekben az időpontokban. Például 5 órát, azt mondom, minden egyes nap 4 órától full házban a teremben, nem csak itt, hanem minden boxteremben, szerintem Fehérváron, de az országban, ugyanúgy, mint minden konditeremben, vagy bárhol. Rám olyan hatással lettek, hogy én munkanélkül lettem. Igazából nekem ugye a box a főállásom, ugye a kis csoportos edzések, a személyi edzések, most kacérkodom a versenyző utánpótlás neveléssel. Egyelőre velük még nem jutottam el versenyre. Nagyon kezdetleges szeptember 1-én indult. A picikkel, 10-13 éves gyerekekkel, fiúkkal, lányokkal, inkább most csak még fiúkkal foglalkozom. Náluk az elsődleges szempontom az, hogy hogy is mondjam, rendes emberek legyenek. Tehát, hogy először kapjanak egy erős alapot, ökölvívó specifikus képzést kapnak, ügyességfejlesztés, készségfejlesztés, önbizalomnövelés, csapattá kovácsolás, kicsit ilyen játékos feladatokkal tarkítva, és amelyiknek van hajlama, nagyjából mindenkinek van hajlama ebben a csapatban, mindegyik kis agresszív, kis hiperaktív, vagány kis srácokról beszélünk, őket bonyolztatom. Tehát, hogy ők azért most már bejöttek a ringbe párszor, meg tudják azt, hogy milyen, amikor kicsit meg vannak ütve. Persze nagyon-nagyon figyelve rájuk, nagy fejvédőben, nagy kesztyűben. Ez így a fő profilom, ugye, nekem megszűnt, nekem ez most megszűnt, becsuktunk 30 napra biztosan, reményem szerint csak ebbe a idősávban lesz ez a korlátozás. Szerencsére én készültem erre az opcióra, a márciusi első bezárás után én elkezdtem az építőipar fele kacsingatni, úgyhogy nekem sikerült egy másik ilyen vállalkozást kialakítanom. Úgyhogy most nem teljesen lettem munkanélküli, tudok avval is foglalatoskodni, valamint tudok arra avval is foglalatoskodni, hogy tanuljak, főleg a lexikális tudásomat bővítsem, úgyhogy még komplexabb és jobb ökövívó edző legyek, mikor visszatérek, reményem szerint 30 nap múlva. Ez napra pontosan egy éve volt. Vagy tegnap előtt volt napra pontosan egy év, hogy én úgy döntöttem, hogy abba hagyom a profi ökölvívást. Ez egy hosszas folyamat. 2017 volt, meg 16. november 12-én lettem ugye magyar bajnok, onnantól volt egy másfél év, amíg nagyon ment. 18. június 2-án volt az utolsó profi mérkőzésem. Egy szép nagy lejtőn elindultam igazából nálam, ez nem csak egy sérülés, hanem egy óriási mentális oldalon való zuhanás, mély depresszió volt az oka, ami oda vezetett, hogy én abba hagytam. És nálam ez a sérülés, ez mentálisan annyira megragadt, hogy valószínűleg azért is lett a sérülés. Tehát, hogy azért lettek fizikai dolgaim, sőt, én nagyjából biztosan tudom, hogy azért lettek fizikai tüneteim, mert mentálisan voltam én megtörve, meg vagyok is. De hogyan sikerült átlendülnöm egy normál életbe? Elkezdtem még többet dolgozni. Elkezdtem a tanítványaimban keresni a jót. Ugye nekem nagyon nehéz volt ezt abba hagyni, mikor bejöttem egy boxterembe, és megkérdezték, hogy miért nem boxolsz. És minden egyes nap megkérdezték, és nem egy ember, hanem mondjuk 30 vagy 40, és több klubból, több edző, mindig mindenki megkérdezte, hogy miért nem boxolsz többet, és igazából valami megtört, és nekem nem akarok már e-sportot. Nagyon hiányzik, főleg a mérkőzés hiányzik. De az, hogy én megint fogyasszak, ne egyek vacsorát, ne egyek reggelit rendesen, meg ez a szenvedés, ami azért volt abban a szenvedés rendesen. Lehet, hogy csak felfogás kérdés, az nekem nem hiányzik most már. Elkezdtem dolgozni, most már se tudom képzelni, hogy tudtam most csinálni, napi 4-5 órát edzettem. Most örülök, ha van egy kis időm magamra. Az ökivás az egy rendkívül jó stresszlevezető mozgás. Én kimerem jelenteni, hogy egyetlen egy sportág sem mozgat úgy meg, mint az ökivás. Tetőtől talpig. Az ökivás az egyik, a világ egyik legnehezebb sportága. Mindenki azt hívja, hogy nagyon egyszerű, de meg hogy ide nagyon agresszívnak kell lenni, de ez nem. Itt gondolkodni kell, és lábújtól tetőtől talpig, majd ahogy mondjam, tetőtől talpig megmozgat. És olyan izmokat mozgat meg, amikről nem is tudod, hogy léteznek. Tényleg rengeteg élsportoló, bodybuilder, NBA-1-es fotisták a vidiből, több is volt nálam,
hokisok, akik voltak nálam, és egyik úristen. Ugye alapvetően fenn kell tartani egy órát a kezedet, a lapockában óriási zomláz van. Most a boxot nem úgy kell elképzelni, hogy bejössz egy boxterembe, és szétverik a fejedet. Ez nem 1992, mikor a boxermeket nagy darab tetovált bűnözők uralták, hanem én tipikusan amúgy a menedzser boxra vagyok ráva. Tehát én arra vagyok rá, hogy reggel 6 órakor bejön 4 darab orvos, és stresszlevezetés, nagyon jó lelkiállapotot biztosít. Ugye épp testben, épp lélek, ugye ezt a mondatot nagyon szeretem használni. Ez arról szól, hogy bejön az ember, csapatban van, jól érzi magát, van egy jó edzője, legalábbis igyekszem jól lenni, úgy érzem, hogy szakmailag fel vagyok készülve. A gyerekeknek lehet versenyzési céllal, de lehet az, hogy egyszerűen önfegyelmet tanulnak, megtanulnak küzdeni. Ugye a box az egy olyan sport, ott vagy te és van az ellenfél. Ott nincs anyu, nincs apu, ott bemész a ringbe és meg fognak ütni. Hogyha versenyzésről beszélünk, ott megtanulsz magadért küzdeni, megtanulsz átlendülni a nehézségeken. Mindig az embert a tanítványi alapján ítélik meg. Én ugye nekem abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy profi bunyósként viszonylag sok meccsem volt, 18 meccsem volt, én magyar bajnok voltam 2016-ban, ezt 17-ben megvédtem, 17 év végén még volt nagy élő tévében, vagy a élő tévés adásban főmérkőzésem a Felix Promotionnél, ahol sajnos kikaptam, de engem nagyon sokan ismernek, és ez miatt rengetegen járnak hozzám, és viszonylag azt tudom mondani, hogy ismert vagyok itt ebben a városban, vagy itt a megyében, még Veszprémben is rengetegen feljárnak hozzám. Ebből kifelé nekem még most egyszerű, de belegondoltam abba, mi lesz, ha ez elmúlik, ez, hogy én bárhol be tudok menni, és azt tudom mondani, hogy sziasztok, én vagyok azon a plakáton, csak mondok egy példát. Oda kell tudni is, tehát hogy az embert a tanítványi alapján ítélik meg, ez itt kellenek a picik, akikből a versenyző lesz. Egyelőre nekem nem az volt a célom, hogy én olimpikonokat neveljek, egyelőre rakjak össze egy kisebb csapatot, először voltunk az első edzésen 4-en, most már 9-en vagyunk, ez benne van az is, hogy ez a terem ez kicsit kijebb van a város szélén, itt a videótanoktási központban. De most már szépen gyűlik a csapat, van egy 3-4 kis srác, inkább 5, akikből akár még lehet versenyző, és most lett volna ezen a héten pont az első, úgymond éles edző mérkőzésük az egyik másik teremben, ahol levittem volna őket kesztyűzni, oda szeretnék majd én is járni, többet tanulni, és igazából ennyi. Csapattá kovácsolom őket, megtanulnak egy kicsit fegyelmezetten dolgozni. Ha azt mondom, hogy most ide figyelsz, akkor ide figyelnek. Ebben a szülőknek nagyon-nagyon sokat segítek, úgy gondolom, mivel itt lefáradnak, otthon viselkednek a gyerekek. Ezt több szülőtől is visszahallottam. Gyakorlatilag ennyi. Fiúknak, lányoknak, idősebbeknek. Én tényleg azt mondom, hogy 60, de akár 70 éves korig látogatható az edzésem. Igaz, 70 éves emberem még nem volt, de van 60 vagy 61 éves idősebb ember, aki járt hozzám. Most a Covid miatt ő sem jár, fél teljesen jogosan. Én is mondtam neki, hogy inkább kimegyek házhoz. Rekreáció cél ajánlom. Tehát, hogy tényleg annak, aki késztetést érez arra, hogy szeretne bemenni a ringbe, annak is van lehetősége sportolni, de van egy csomó hölgy nálam. 40-45 éves emberek, akik életükben nem mozogtak, tényleg nagyon komoly mozgás problémáik vannak, nem tudnak egy rendes karköltést. Egy komplex mozgásformát biztosítok. Van már rengeteg funkcionális edzés, amikor rendkívül sokoldalú gyakorlatokkal próbálom tarkítani az edzést. Tehát nem arról szól az edzés, hogy bejössz és összeveritek egymást. Főleg a nők szokták azt hinni, hogy egy-egy ilyen kevésbé agresszív úriember, akik azt hiszik, hogy itt bunyó van, mintha lálig, nincsen orvérzés, még akik bunyoltak sem véreznek, nincs monoklin, nincs sérülés. Tehát nagy kesztyűben, ha küzdelemről van szó, akkor nagy kesztyűben van és nagy fejvédőben, és észre van. Tehát hogy én mindig azt szoktam mondani, akkorát adj az embernek, mint amekkorát vissza akarsz kapni. A többiek azok ütik a zsákot. Én megtanítok mindenkit boxolni, mindenkit a képességeihez mértem, és meg amennyit én ki tudok hozni belőle. Nekem az első kérdésem mindig az egy emberi, hogy mi a cél az ökívással. A fogyás, állóképességnövelés, önbizalomfejlesztés, szeretném, tetszik maga a sport. Itt mindenki megtalálja a helyét tényleg azt. Tehát, hogy én, és akiben van egy kis kellőképpen csibészség vagy olgásság, abban többet is ki lehet hozni. Akár még egy ilyen edzőmesésen lehet őket vinni. Rengetegen vannak, akik önvédelmet szeretnének tanulni,
Vannak, akik fogyni szeretnének, vannak, akik állóképességet szeretnének, de mondom, a legtöbb ember az azért jár ide, mert rekreációs céllal, stresszlevezetés, a jó társaság, a jó hangulat, és egy olyan fajta mozgástípust gyakorolunk itt, ami teljes testet mozgat. És teljesen, amíg bunyózunk, tehát hogy mondok egy példát, zsákolunk, vagy ugrálókötözünk, teljesen sikerül kikapcsolni. Arról én gondoskodom, hogyha esetleg valakinek nem sikerül olyan állapotba bejönni edzésre, hogy ő a legjobb napot fogja ki az edzésre, akkor én ezen átbillentem. Ez az én szerepem, és ebben rejlik az én. Úgy mondom, hogy a sikerem az emberek felé, én úgy gondolom, hogy én nagyon jól tudom őket motiválni, vagyis igyekszem jól motiválni őket. Az otthoni edzéshez mindenféleképpen kell egy bokszzsák, hogyha boxolni szeretnénk. Az nem kell sok minden, kell egy lánc, egy karabiner, meg egy bokszzsák. Bokszzsákot lehet bárhol venni az interneten, de hogyha valaki aki nem tudja, hogy hol kell, az rám ír, segítek, linkelek neki oda, de akár még innen a boxteremből is lehet, hogy tudok neki adni olyat, amit én már nem használok, és megkapja tőlem ajándékba, kell egy boxkesztyű, és hajrá! Aki tud boxolni, aki volt már nálam edzésen, vagy bármelyik boxedzőnél, vagy bármerre bunyózott az életében, az tudja, hogy hogyan legyen a többinek. Tudok segíteni, írjon rám az interneten, van a sportolói oldalam, van a boxklubnak oldala, a Törtei Boxklub oldala, ott is rám irat és segítek neki. Ezen felül otthoni edzésen rendkívül hasznosnak tartom, most jó az idő is, most nincs még annyira hideg, annak futást, én is futni járok majd. Ma még nem voltam, de holnaptól mindenféleképpen veszem a programba a reggeli futásokat. Reggeli futás, fekvőtámasz, tolózkodás otthon, hogyan lehet tolózkodni, megfogok egy széket, rátámaszkodok és tolózkodok. Ez csak egy példa, hasizmodni, hasizomra megint lehet gyúrni felülésekkel, de akár lehet gogolgatni hölgyeknek, megfognak egy zsugor vizet, vagy kettőt, és abban gogolnak. Erre is rengeteg hasznos tipp van már az interneten. Box. Box. Az építőipar az nem az én világom, ebből most sok a pénz, most ugye van ez a csók, meg a babaváró, ebből kifolyólag sok mindenben lehet pénzt csinálni. Én boxoló vagyok, én szeretek emberekkel foglalkozni. Mondjuk attól függően, hogy valaki boxoló, az nem biztos, hogy jó edző lesz, vagy szeret az emberekkel beszélgetni. Én nagyon szeretek kommunikálni, nekem a kommunikációm az erősségem. Az emberekkel való kapcsolatépítés az én fő profilom. Így kerültem bele az építőiparba is, de én főleg oktatni szeretek. Nekem a bunyó az életem, nekem minden más arra kell, hogy a bunyót tudjam csinálni. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez tényleg csak 30 napig fog tartani, és végre lesz ennek az örületnek. A kérdés az, hogy mi lesz ebből a koronavírussal, hogy ez most már az életünk része lesz, mondjuk 10 év múlva is, és maszkozni kell, vagy sem. Én igyekszem mindent megtenni azért, hogy az emberek megfelelő körülmények közt edzenek, hogyha én nyitva vagyok, akkor én már mióta kinyitottunk, május 11-e óta, azóta én folyamatosan minden nap, vagy minden nap kétszer-háromszor is lefertőtettem a zsákokat, a szőnyegeket, a labdákat, az ajtókilincset többször is. A ringet minden nap felmostam fertőtlenítős vízzel, a köteleket lefertőtlenítettem, a sarkokat is. Én úgy gondolom, amit tudtam, megtettem. Én mindig kiírtam és hangoztattam a csoportomban, azért van egy 40-50 tanítványom. Összességében hangoztattam, hogy betegen ne gyere. Ezt megtettem az egészért. Amit várok a jövőtől, az, hogy ugyanaz legyen minden, mint régen. Csak most jobb.